Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a hal, mégpedig a horgászat. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Vendégem Murphy Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. Szervusz! Szervusz, köszöntöm Özöllek. A Nos, ha csak annyit mondunk, hogy a HOFESZ tagsága 5 11 ezer volt, ma pedig már 24 ezernél több, azt hiszem, hogy ez mindent elmond arról, hogy a folyamatos fejlődés. Viszont az záloga az, hogy a vezetés, illetve a horgászok is talán megtanulták azt, hogy miként kell gazdálkodni, hogyan lehet úgy horgászni, hogy az jó legyen nekik, jó legyen a tónak, jó legyen a halnak, hát ha már egyáltalán lehet ilyet mondani. No, kezdjük talán azzal, hogy sikerült így feltornázni a tagság létszámát, hiszen ez egy óriási változás, és azt hiszem, hogy örömteli és üdvözlendő. Így igaz, hát az elmúlt 5 évben, ahogy említetted, nem egész 11 ezer főről, most 24 ezer fölötti taglétszámmal rendelkezik a Horgász Egyesületek Fejér megyei Szövetsége. Ez nem csak az új vezetésnek a munkájának köszönhető, hanem ez egy összetett komplex dolog. Ugye változott a MOHOSZ-nak is a szervezeti vezetése. A halászati törvény is módosított sok mindent, és ezáltal úgy gondolom, hogy a horgászok, akik ez a létszám nagyjából megvolt, tehát 320-340 ezer regisztrált horgászról beszélhettünk 5 évvel ezelőtt, most lassan az 500 ezer környékét fogja elérni ez a szám. A horgászoknak a formáját, tehát a horgászati forma lett hivatalossá téve. Tehát voltak korábban olyan lehetőségek, hogy bizonyos nem horgászati kezelési vizeken ugye állami jegy nélkül lehetett horgászni. A törvény módosításával ezek a kiskapuk úgymond bezárultak, illetve azt is mondhatjuk, hogy a horgászat egyre népszerű sport. Tehát látjuk azt is, hogy a gyermek létszám, ugye, ami folyamatosan növekszik, illetve statisztikákat figyelembe véve Fejér megyébe a legmagasabb a női horgászok száma is, tehát ez is évről évre növekszik, és egyre többen választják a horgászat. Vizsgáljuk meg akkor a maga komplexitásában, szép sorban, hogy mit tett. Tehát először is kell hozzá remek víz, tehát jó horgászvíz, kellő mennyiségű haltelepítés, és kellenek olyan horgászok, illetve szabályok, hiszen az új törvény 2013 óta azért nagyon komoly előrelépés. Kezdjük az egésszel. Hogy tudja a HOFESZ a saját vizeit kezelni? Itt egy gyors felsorolás következik, aztán majd külön-külön is megnézzük. Gaja, Csurgó, Pátkai tározó, Sárszentmihályi tavak, Nádor csatorna, Fejér megyei, Duna szakasz, és itt Székesfehérván, ami büszkeségünk, a palotavárosi tavak. Tehát ezeket a vizeket kezelni kell nyilvánvaló, és ez rendkívüli felelősség. Kezdjük akkor ezzel. Hát a legfontosabb az így, hogy felsoroltad ezeket a vizeket. Ugye ez látható, hogy Fejér megye kiváló adottságokkal rendelkezik, hogy szinte minden nemű horgászatra van lehetőség. Tehát itt a felső Gaja pisztrángozni lehet, vannak csatornáink, ahol a csatorna horgászatot lehet űzni, van egy Duna-Fejér megyei szakasz, ugye nem mindenhol van ekkora méretű folyó, illetve itt vannak a nagy víztározók, vagy adott esetben ugye ez egy külön öröm, hogy városon belül a horgászok vagy a városlakók könnyen meg tudnak közelíteni egy-egy vízterületet. A legfontosabb ugye nekünk a játékszerünk ebbe a sportba a hal. Tehát ezért próbáltuk a struktúránkat átalakítani, hogy minél magasabb számba a bevételek növekedésével lehetőleg magasabb számot próbáljuk visszatelepíteni minden évbe a vizeinkbe, hiszen hal nélkül valószínűleg nem növekednének így a létszámok. Jó, ez több száz millió forintot jelent, és ahogy olvasom, ti több mint 60%-ot visszaforgattok. Tehát ez rendkívül fontos már, mint a haltelepítésben. A rendkívül fontos szakmai feladat, hogy milyen halakat, hiszen a népszerűsége, a ponty visz mindent nyilván, ezt tudjuk régről, és ez talán így is marad, ugyanakkor az idővel haladni kell.
Igaz. Tehát a bevételeinknek a 60%-a, 60-63% között szoktuk általában halasításra fordítani, a többi költség ugye non-profit szervezetként a bérköltségekre, illetve az egyéb fejlesztésekre fordítódik. Tehát próbáljuk a horgászoknak minél kényelmesebbé tenni a horgászati lehetőséget, tehát infrastruktúrális fejlesztések történnek. Halasítás szempontjából így, ahogy említetted, tehát Magyarország egy kicsit pontcentrikus, viszont a horgászok egyre inkább megértik azt, hogy a korábbi nézetekkel vagy bevált sémákkal ellentétben nem szabad csak és kizárólag pontot teremteni, hanem hangsúlyt kell fektetni arra, hogy ugye egy tó az egy komplett ökoszisztéma. Tehát mindennek megvan a helye, és hogyha valamit egy irányba rosszul kezelünk, vagy többet teszünk, vagy kevesebbet, akkor ugye felborul ez a kényes egyensúly. Ezáltal odafigyelünk arra is, hogy korosztályos telepítéseket hajtunk végre, tehát nem csak horogérett úgynevezett háromnyaras pontyot szabad kihelyezni, hanem alá kell helyezni úgymond ennek a mennyiség alá, hogy a két nyarassal, egy nyaras halat is, amin mondjuk a ragadozó tud erősödni, vagy hogyha a vízben ül föl, akkor az a darabszám az ugye abból adódóan, hogy nem mindegy, hogy egy kiló ponty, mondjuk egy háromnyaras pontyról beszélek, mondjuk az másfél kiló, amíg egy kétnyaras halból ez fél kiló, tehát mondjuk három darab halról beszélünk. Tehát ez technikai kérdés. Így igaz. És hozzáértés kérdése. Hát hozzáértés kérdése, amit mi is folyamatosan tanulunk, azért azt mondom, hogy nagyon sokat szoktunk beszélgetni a haltermelőkkel, és akik ugye napi szinten dolgoznak magával a hallal, illetve magát a tudományt is, tehát a Gödöllői Egyetemmel is, a hallgazdálkodási tanszék szakembereivel sokat beszélünk, illetve járunk mi is előadásokra, és kikérjük mindig a véleményüket. Tehát bármennyire is azt mondják, az elsődleges cél nem pusztán az, hogy görbüljön a bot, hanem egyik oldalról kell egy infrastruktúra, másik oldalról többféle hal, hogy görbüljön azért, nyilvánvaló, mert hogy az egyik legfontosabb a horgászturizmus. Hogy sikerül ezt folyamatosan fejleszteni? Hát nem egyszerűen azt kell mondjam, tehát mutatják a számok is, hogy a bevételek nagy része ugye az a halasításra fordítódik, mert hal nélkül nincsen horgászturizmus, tehát csak azokra a vizekre járnak a horgászok, ahol van sikerélmény, görbül a bot. Ami pozitív, hogy egyre népszerűbb úgymond a fog meg és ereszt vissza szemlélet, tehát hogy többször is szeretnék adott esetben egy-egy nagy halat megfogni a horgászok, és emiatt akár több száz kilométert is utaznak. Itt a jó példa a Fehérvár csurgóra, ahol ugye kapitális harcsák vannak, az idejében is fogtak már kétszer is 100 kiló fölötti harcsát. Itt van ugye nálunk lakik az úgynevezett Max, aki 40 kiló körüli tőpontról, vagy a tükörpontról beszélünk. Emiatt nagyon sokat utaznak a horgászok, mindenki szeretne egy-egy ilyen halat megfogni, és ezt elősegítendő az elmúlt években sikerült vásárolnunk vízparti telkeket. Apropó, igen, tehát a szállás rendkívül fontos. Igaz, hogy Fejér megyeiek nyilván a zöme, de a horgászturizmushoz az érkezők is hozzátartoznak, és korán sem mindegy, hogy milyen körülmények között és hány napot töltenek a víznél. Így igaz. Tehát hogy sikerült a szállásokat bővíteni? A szállásokat úgy kezdtük el bővíteni, hogy a Magyarországos Horgász Szövetség, ugye már említettük ezt a bűvös számot, ezt a több mint 13 milliárd forintot, ami az elkövetkezendő időszakban a horgászatra fog fordítódni a Magyarországon. Megvoltak a kritériumok, hogy milyen jellegű ingatlanokat lehet vásárolni, pont abból kifolyólag, hogy ez a horgászturizmus szempontjából minél kedvezőbb, előnyösebb legyen. Tehát, hogy vízparton belül legyen, 200 méteren belül lehessen az különböző közműveket fejleszteni, ha adott esetben nincs meg a telkeken. És ebből adódóan valószínűsíthetően az első ilyen jellegű fejlesztésünk az Dunaparton
Kulcson fog megvalósulni egy közvetlen vízparti telken, egy két apartmannal rendelkező horgászcsónakokat is magába foglaló épületről beszélünk. Ez nagyszerű így igaz gondolat. Szálláscsónak, hát a kezelői feladatokhoz nagyon sok minden hozzátartozik, de az ivadéknevelés nem különben nagyon fontos. Ebben hol tart a OFESZ? Jelenleg az egyik, hát a számos fontos irányvonal mellett az egyik legfontosabb az a saját ivadéknevelő egységnek a megvásárlása. Most ugye nem csak bennünket érint ez a helyzet, tehát a munkaerő kérdése, a bérek növekedése, illetve számos olyan egyéb gazdasági tényező, ami ebbe az irányba mutat, hogyha a házon belül tudjuk előállítani saját magunknak, természetesen szakemberek alkalmazásával a halat, akkor úgy gondoljuk, hogy minél több halat tudunk kihelyezni a vizeinkbe, akkor a bevételünket át tudjuk bizonyos mértékben csoportosítani, hogy az infrastruktúrális fejlesztésekre tudjuk fordítani. Ezáltal valószínűsíthetően ugye amellett, hogy több hal helyeződik ki a vizeinkbe, valószínűleg több ragadozót is tudunk kihelyezni, illetve a horgászturizmusra nagyobb összeget fogunk tudni fordítani, mind a mellett, hogy a halőri gárdánkat, akiket éves szinten ugye több továbbképzésre küldjük, fejlesztjük a gépparkot, illetve a technikákat, a halőrzésben elősegítő például a hőkamerákra, a éjjellátókat és más egyéb ilyen technikát meg tudjuk tartani hosszú távon a kollégákat. Tehát kivételesen fontos, ugye arról beszéltünk, hogy a HOFESZ a vezetés is szintet lépett. Ezzel együtt nőtt a taglétszám. A horgászvizek fenntartása, a kezelői feladatokat ellátjátok, ha a telepítések rendben mennek. Ehhez viszont mindenképpen kellenek szakemberek. A halőrökre gondolok, hogyan sikerült toborozni, hiszen a megnövekedett feladatokhoz nyilván olyan szakmai segítségre van szükségetek napról napra, akik nem véletlenül vannak ott. Így igaz. Hát a humán kérdés azt gondolom minden vállalkozás, mert ezt hívhatjuk valamilyen szinten vállalkozásnak is, noha ugye non-profitként működik a szervezet. Azt gondolom, hogy mindig egy kardinális pontja annak, hogy egy rendszer jól működjön. Én úgy gondolom, hogy nálunk is azt gondolom, hogy sikerült azért egy olyan gárdát összerakni az évek folyamán, hogy abszolút tudunk egymásra számítani, nem kell külön a feladatokat napi szinten elmagyarázni, tehát ők is megtanulták, ezek a kollégák is a vízparton, saját bőrükön is, úgy gondolom a hal gazdálkodásnak egy bizonyos formáját, tehát ők a saját napi munkájukban lettek, úgy érzem, hogy profi szakemberek, és emellett még számos olyan képzés is van, amit most a Magyarországos Horgász Szövetség is szervez, minden megyére lebontva, minden szövetségre egységesen, ami a munkánkat megkönnyíti, illetve az ő szakmai tapasztalatukat elvégíti. Igen, hát ezt örömmel üdvözöljük, mert nyilvánvaló, hogy a halőrök szerepe megkérdőjelezhetetlen. Tehát ők nem vigyáznak ránk, hanem segítik a horgászokat. No már horgászok, ugye nagyon is jól tudjuk, állami jegy van ma már csak és kötelezően, illetve egy kicsit a digitalizációról is essék szó. Így igaz. A napokban szeptember 1-én nem csak becsengettek, hanem elindult az új horgászkártya program. Ahogy említed, ez egy digitális kártya, nagyon hasznos és nagyon sok mindent tartalmaz a kis plastik kártya. Megkönnyíti egyszer a horgászok életét is, tehát ez valójában a régi papír alapú horgászigazolványt váltja ki ez a kártya. Sokkal gyorsabb lesz most már a horgászok, akik kiváltották ezt az igazolványt és kiváltják. Sokkal gyorsabb lesz a horgászengedélyhez, illetve magához a horgászathoz hozzájutni. Tehát gyorsabbá válik elektronikus úton ez az igazolványnak a kiváltása. Megkönnyíti majd a halőrök munkáját is, ugyanis egy elektromos beolvasó rendszerrel tudják ellenőrizni a horgászokat,
illetve magának a munkáltatónak is jó ez valamilyen szinten, hiszen ezek az eszközök GPS koordinátával vagy jeladóval vannak ellátva, amit lehet látni, hogy hol tartózkodik éppen a halőr, mit csinál, hol dolgozik. Ha bármi történne, könnyebb őket beazonosítani hely szempontjából. Ezt népszerűsítve, ezt a horgászkártyát, nagyon komoly nyereményakciót is csinált a Magyarországos Horgászszövetség. Egy minden extrával ellátott luxus horgászautó, terepjárót lehet nyerni, tehát aki idei évben még kiváltja ezt a horgászkártyát, ők egy ilyen sorsoláson vesznek részt. Ez főleg azt próbálják segíteni az értékesítési, illetve az elosztópontok munkáját, hogy ugye általában mindig évelején, január-februárban van a legnagyobb dömping, amikor a horgászok kiváltják az igazolványaikat. Ezt elősegítendő próbálja az Országos Szövetség, illetve mi is magunk, a Fejér Megyei Szövetség is propagálni a horgászoknak, hogy amennyiben van lehetőségük, idejük, ezt még most célszerű az idei évben kiváltani, mert akkor egyszerűbb lesz mindenkinek a dolga jövőre. No, a felsorolás szintjén már a kezelésetekben lévő horgászvizeket beszéltünk röviden, viszont egy kicsit térjünk ki rá, röviden ugyancsak, de menjünk sorban, hogy mit várhatnak, milyen állapotban vannak most. Igazából erre lennék kíváncsi. Gaja. Hát a Gaja-patak, ugye két részre szeretném osztani, ugye van a Fehérvár-Csurgói víztározó fölötti felső Gaja szakasz, ez az idei évben került a Horgászszövetség kezelésébe, itt főleg pisztránk horgászat a jellemző, tehát legyezéssel, illetve ultrahajt pergetéssel tudják a horgászok ezeket a halakat horogra csalni. Itt a fog meg és ereszd vissza szemlélet működik, de ettől függetlenül minden évben, mivel a pisztráng vándorló hal, minden évben telepítjük a vizet, hogy a horgászok maximálisan tudjanak szórakozni ezen a vízterületen. Az alsóbb szakasz ugye Fehérvár-Csurgói víztározó után, ugye mint tudjuk, az elmúlt időszakban a Nádor csatornának a kotrási munkálatai zajlottak, illetve fejeződnek be lassan. Második ütemben készül most a Fehérvár-Csurgói víztározó vízkapacitás növelése. Ez idén szeptemberben már elindulnak a munkálatok, tehát biztos vagyok benne, hogy a horgászok részéről kell egy kicsit több empátia. Csodaszép lesz a tározó, ha elkészül, viszont ez egy két éves folyamat. Meg kell oldani azt a problémát, ami ugye a napokban is volt. Igen. Hó elején, ezek a nagy esők Bakoncsernyén, illetve a Gajának a felső szakaszán, ahol a hirtelen leömlő eső miatt ugye egy-egy falu szinten. Igen, erről most beszélgettem Csonki Istvánnál nemrégiben, hogy ez alapvető kérdés. Így igaz, tehát érint ez mindennyünket. Az alsó szakasz is várhatóan kotrásra, tehát a harmadik lépcsőbe a Gaja mederkotrása is meg fog történni. Pont Istvánnal beszélgettünk mi is erről, hogy zalai vasi mintára, bocsánat, illetve Zalába is olyan patak rekonstrukciók történtek, ahol különböző ilyen úgynevezett súranókkal lassítják egy kicsit a vizet, ami önmagát tisztítja, tehát adott esetben, hogyha nagy eső van, attól még a víz ugyanúgy le tud folyni, tehát betölti magát a csatorna szerepét, viszont a halaknak kiváló élőhelyet fog biztosítani. Tehát az elkövetkezendő pár éven belül valószínűleg ez a vízterületünk is meg fog újulni. Ugye Csurgóról beszéltünk pontosan, ezért pátka szintén népszerű. Így igaz. Pátkán, hát most van egy koncepciónk, nem tudom, hogy elébe szaladok a kérdéseidnek vagy sem, de a már említett milliárdokból a napokban nyílott meg egy 1,2 milliárdos mahopos pályázat, amiben élőhelyfejlesztés programok vannak, 15 pályázat nyerhet. Mi ezt elősegítendő már előre dolgoztunk össze, raktunk egy koncepciót a pátkai víztározóval kapcsolatban, amely
az úgynevezett felsőtó rehabilitációja lenne, illetve ívó területté szeretnénk kialakítani, mind a mellett, hogy szeretnénk, vagyis hát úgy készítettük el a pályázatot, hogy úgymond mindenki megtalálja a maga számítását. Tehát igaz, hogy mi a halas szakmában dolgozunk, és ugye nekünk a hala az első számú prioritás, de ugye tapasztaljuk, hogy a horgász az a családjával megy ki, gyerekekkel, barátokkal, szeretnénk úgy kialakítani, hogy minden szegmenset, aki ez érintett, tehát nem csak a helyi önkormányzatot, hanem adott esetben a természetvédőket, az ornitológusokat, tehát itt ugye ki fog alakulni olyan vizes élőhely. Én azt gondolom, szurkolok, hogy létrejöjjön mindenképpen. Köszönjük, bízunk benne. Sárszentmihályi halastavak népszerűek, nem különben, én azt gondolom, hogy jó helyen vannak, közel vannak, és azt hiszem, hogy egyre inkább rátalálnak. Így igaz, 2 évvel ezelőtt került a kezelésünkbe a tározó. Akkor szinte a vízparton 4-5 horgászt láttunk, most már hétvégente, meg hétköznap is inkább az a baj, hogy nincs elég hely. Kialakítottunk egy ilyen stéges horgászati rendszer, tehát ingyen bérmentve a horgászok létrehozhatnak névre szóló stégeket. Ugye ezzel annyi volt valójában nem titkolt hátsó szándékunk, hogy ezt karban kell tartani, ezt a területet, segítve a mi munkánkat is, illetve hogy egy kicsit sajátjuknak érezzék a horgászok a tározót. Tehát egy nagy vízterületről beszélünk, ugye 110 hektárról. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba megy, nagyon sok halat fognak benne a horgászok, jól érzik magukat. Illetve a másik nagyon fontos, hogy egy picit, amíg a Fehérvár csurgói munkálatok folynak, így azt mondom, hogy relatív nem nagy távolságba sikerült egy olyan vízterületet kialakítanunk, hogy át tudjuk pozícionálni a horgászokat. Tehermentesíti mindenképpen. Nádor csatorna, ugye befejeződött, erről beszéltünk, Csonki Istvánék jó voltából, tehát nagyszerű eredmény született. Én azt gondolom, ezt örömmel üdvözölte a HOFESZ is. Így igaz, népszerű a víz. Ugye mint minden csatorna vagy folyóvíz azért egy kicsit hektikusabb, mint egy állóvíz, nehezebb rajta horgászni, de azt gondolom, hogy nagyon jók a fogások rajta. Próbáljunk minél nagyobb erőfeszítéseket tenni magára a halőrzésre is. Sajnos azt mondom, hogy a legtöbb feljelentés ezen a vízterületünkön adódik, pont talán abból adódóan, hogy a horgászok sokan nem is tudják, hogy ez mondjuk horgász kezelés alatt van, vagy nem tudják azt se beazonosítani, hogy ez most valójában melyik horgászvíz. Tehát ugye ez egy 3 megyét érintő vízterületről beszélünk, tehát elég hosszú a csatorna. Ami nagyon fontos, itt a Gödöllői Egyetem munkatársaival próbáljuk úgy kialakítani a telepítési terveket, hogy ugye szakaszokra bontjuk, tehát a Nádor csatornának is van föntebbi szakasza, ugye Veszprém megyéből, ahogy beérkezik Fejér megyébe, hogy az ottani megfelelő élő helyhez szeretnénk kialakítani a halfajtákat, illetve van olyan szakasza, ami már mondjuk lassabb, szélesebb, langósabb rész, mondjuk ott sokkal jobban szeret a ponty, a harcsa, kapitális amúrokat fognak benne, ugye a sióval van összeköttetésbe, és a Dunán keresztül feljönnek adott esetben ezek a halak is. Illetve érződik az is, hogy Fehérvár csurgóról a gaja folyamatos átfolyásával azt tudni kell, hogy a ragadozó halak, például így a süllő, az ivadék az a folyóvízzel mindig elmegy, tehát nem marad, mert hiába beszélünk egy 190-170 hektár változó, ugye vízállás függő a csurgói tározó, leívnak a süllők, mégis a gajapatakba ugye bekerülnek az ivadékok, és gyönyörű szép kapitális süllőket fognak a Nádor csatornába. És akkor maradt 2 nekünk, az egyik egész Kárpát-medencéje. Én azt hiszem, hogy ez egy kivételes felelősség mindig, hiszen a Dunáról beszélünk, a Fejér megyei Duna szakaszról. Bármilyen is a vízállás és bármilyen gondok vannak, az kivételes felelősség a HOFESZ részéről is. Így igaz. Dunát mind olyat, tehát én úgy gondolom, hogy nem telepítéssel lehet jó vízterületté tenni. Az elmúlt években, ugye mióta nem a halászok kezelik, én azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a fogási statisztikák.
az idei év most, hogy ugye kevesebb volt a csapadék, nagyon alacsony a vízszint, rengeteg halat fognak a horgászok, tehát gyönyörű kapitális süllőket, harcsákat, pontyokat, amurokat, tehát nagyon jók a fogások, és mondják a horgászok is, hogy érződik az, hogy ugye maga a hálós kezelés az megszűnt. Tehát nekünk a legfontosabb prioritás itt a halőrzésben van. Én úgy gondolom, hogy az első évben, miután átvettük ugye mi horgászok, tehát én nem csak itt Fejér megyéről beszélek, hanem ugye az egész országon megyei szövetségenként, aki a Dunaszakokat átvették, nagyon-nagyon sok feljelentés volt orrforgász, tehát több mint 150 feljelentés volt az első évben, és a legnagyobb probléma az volt, hogy nem is váltottak a horgászok engedélyt, mondván, hogy az elmúlt 15 évben őket soha senki nem ellenőrizte. Azóta ez a szám ez drasztikusan lecsökkent. Megtanulták a horgászok, hogy kell engedélyt váltani, be kell tartani a szabályokat, és látható az a fajta telepítési struktúra, amit mi is végrehajtunk. Tehát, hogy próbálunk ugye ivadékokból rengeteget kihelyezni, hogy felerősödjön az állomány. Ez látszódik, tényleg jók a fogások. Amire nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és fektetünk is, az a kormoránnak a gyérítése, illetve riasztása. Nyilván így vannak a hallgazdaságok is, ezzel egyre több. És ráadásul itt ugye együttműködésre van szükség felül és alul, mármint a Duna, tehát azok a megyei szervezetek között. És végére maradt az, ami a miénk, persze, hogy mindenki, aki horgászember, de hát én azt gondolom, hogy a Palota városi tavak azért is a szívünkhöz nőtt, hiszen remek környezetben van, közel a városhoz, és hát égkövve Fejérvárnak. Ebben teljes mértékben egyetértünk, és ugye a jövőt nézve komoly fejlesztések várhatók itt a város részéről, tehát a vízpart környezete az meg fog újulni, még népszerűbbé fog válni a vízterület. Hála jó Istennek az úgynevezett mi felső tónak hívjuk, ugye egy sportóként működik. Itt sikerült egy olyan országosan elismert halállományt kialakítanunk, ami nem csak mennyiségében kiemelkedő, tehát ez a 6 hektárhoz képest, hanem a hal minőségére, tehát nagy testű halakból sikerült kialakítanunk egy olyan állományt, hogy idén most már az országos, több országos versenyt is itt rendeztek, illetve fognak is a jövőbe, és nem titkolt szándékunk az is, hogy egy világversenyt szeretnénk idehozni Székesfehérvárra. Természetesen a megfelelő méretekhez igazodva, tehát valószínűleg egy korosztályos ifjúsági világbajnokságot, illetve mozgássérülteknek lenne ideális ez a vízterület, ugye a stéges rendszer miatt könnyen megközelíthető, és tudnak rajta horgászni. Nagyon népszerű a víz, ebből adódóan szeretnénk az alsó tavat is egy kicsit funkcionálisan átalakítani, szeretnénk ide is sokkal több nagy testű halat telepíteni, hogy a horgászok nem csak, tehát a hal megtartás mellett, aki ugye a hagyományos értelembe vett horgász, tehát a zsákmányát hazaviszi, elkészíti otthon, és mondjuk egy finom halászlé vagy rántott ponty kíséretével a családdal megeszik, szeretnénk nekik is egy kicsit kedvezni, hogy szintén ilyen nagyobb testű halakat is, hogy ne csak tehát, hogy ilyen kapitális méretű halak is húzzák, görbítsék a botot. No, hát görbüljön a bot, ezt kívánom a HOFESZ valamennyi tagjának több mint 24 ezer készfogás mellé. Köszönöm. Görbüljön a bot, köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy ahogy eddig is majd a különböző akciókról, történésekről beszámolunk a televízió nézőknek, hiszen a horgászat rendkívül fontos, mint itt az adatokból és a ti munkátokból is kiderült. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Úrfi Tamás volt a HOFESZ ügyvezetője, és megbeszéltük, hogy mi minden történik horgászberkekben, hála Istennek sok jó dolog történt velünk ebben az esztendőben, és ezt várhatjuk a további időszakban is. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, további szép estét kívánok, viszontlátásra!